pompom meséivel kezdünk holnap. Hát én fogom ezt rendezni, ezzel kezdem, bocsánat, ilyen neveletlenül. Rabbi kéri a zenét, ez nem kerül a bérletbe. Tehát ezt megcsináljuk, játsszuk majd matinéba, esetleg tájon, és a következő évadba kerül ez be majd a óvodás és kisiskolás bérletbe, a Medvék minden mennyiségben. A Kossuth Díjas Tandori Dezső jegyzi ezt a művet, és a még nem Kossuth Díjas, de leendő Kossuth Díjas Markó Robert fogja rendezni. Utána következik a már említett paradicsomleves betűtésztával, és ugye a Laszkfi János József Attila Díjas költőnek és írónak a verseit feldolgoztuk. Aztán következik a Bukka, ami a Fekete István műve alapján mindenki által közismert Huk, nagy színpadi, zenés, táncos, színes, széles vásznú. És hát ez a bizonyos H, amit hogyha, hát nem mondhatom ki, akkor meg kell győjjelek benne itteket utána. Mert hogy igen, a Ladányi mondta, hogy semmiképpen, de hogy azért nem olyan nehéz kitálni, mi lehet ez, hogy ha Ladányi, aki egy balett primadonna, de mindegy. A felnőtt előadások ügyében több lábon fogunk állni, vagy három, vagy négy lábon, majd a végén ezt kiszámolom. Az egyik láb az a saját előadásaink, amiket továbbra is fogjuk játszani időről időre a Leányállom Kft. Című felnőtt bábus előadásunkat, amiben maga az Újvár Janka Jászai Mari Díjas színész játszik, hogyha őt sikerül egyeztetni, és éppen itt van, akkor ezt elő fogjuk venni. Ezen kívül természetesen az egyszemélyes előadásainkat, tehát a Leventének az Akvárium és az Annának az Alán című előadását is játsszuk, ami az ő előadásuk tulajdonképpen, de mi csinálunk, mintha a miénk lenne. Ez az egyik láb. A második az a bizonyos kamaratermi független színházi előadásokat hívunk meg, szintén pályázati támogatást nyertünk erre. Ezek egyrészt báb előadások, amik a vasárnapi matiné kínálatunkat is szélesítik, de vagy színesítik, de másrészt vannak felnőtt előadások is. Ebből is lesz már egy szeptember 11-én, Terike és Irén című előadás, amit már járt nálunk, de nagy érdeklődésre való tekintettel ismét. És természetesen a gerincét a felnőtt színházi programunknak, az az Orlai Produkciós Irodával való együttműködés adja. Ezek nagy termi előadások, továbbra is havi rendszerességgel, havi egy alkalommal. Itt az első kettőt tudjuk már, szeptemberben a Vadmész című előadás, októberben pedig a Szemünk Fénye című előadás fog szerepelni a műsorban, és tavasszal pedig, ahogy minden évben szokott csinálni egy közös bemutatót az Orlai Produkciós Irodával, Hogy szeret a másik, ez a címe, és Göttinger Pál a rendezője. És négy láb van, mert a negyedik pedig az egy nagyon érdekes sorozat, amit az idei évtől indítunk el, az a cím, hogy Vastukas Presszó. Ez úgy kezdődött egy dolog, hogy régen talán emlékeztek rá, még létezett a Népszabadság című újság, és a Népszabadságnak az online rovatában volt egy úgynevezett Volpresszó nevű, havonta egyszer a Szemere Kata nevű újságíró híres színészekkel, művészekkel egy kávézóban beszélgetett különböző dolgokról, és ezt online meg lehetett tekinteni. És ennek lett tavaly egy élő változata Budapesten, most már itt, a Presszó, ami szintén havi egy alkalommal jelentkezik, de az benne az okosság, ez már színházi térben van, ugyanúgy, mint ahogy nálunk is itt a kamarateremben lesznek ezek az előadások, hogy minden hónapban meghívunk egy színházhoz és Győrhöz is valamilyen módon kötődő személyiséget. Ez októberben a Boldizsár Ildikó, József Attila Díjas mesekutató néprajzos lesz, és novemberben pedig Várszegi Asztrik, a pannonhalmi egykori, tehát nyugalmazott pannonhalmi főapák, és velük lesz egy egy-egy órás beszélgetés, amit a Szemere Kata újságíró fog csinálni. De jó előre megkérdezzük tőlük, a vendégeinktől, hogy szerintük milyen íze van a sikernek. Mert hogy ez a Presszó sorozat, ez ebben az első évadban a siker témakörét járja körül. Ők ezt jól alaposan, ügyesen megmondják, hogy szerintük milyen íze van a sikernek. Spoilerezek, a Boldizsár Ildikó szerint chili és narancs. A Várszegi Asztrik szerint pedig marcipán és különféle gyümölcsök. És ezekből az ízekből erre az alkalomra egy egyszerű és megismételhetetlen süteményt fog készíteni egy bizonyos Góg Angéla nevű food designer, Leánykori Nőén cukrász. És akkor ez erre az alkalomra készül el ez a süti, annyi adag, ahány néző van,
meg hát nyilván a vendégek is kapnak belőle. És akkor az egy órás beszélgetés után itt a kamaraterem előterében meg lehet kóstolni ezt a sütit, illetve van még egy ilyen fél órás, egy órás kötetlen beszélgetésre lehetőség az adott havi vendégeinkkel. És hát az a tervünk, hogy ez az októberben induló sorozat, ez minden hónapban jelentkezni fog az évad végéig, májusig.